December 27-én ünneplik a magyar falvakban a Jánosokat. János napján pedig nagyon sok helyen még most is hagyomány a megszentelt bor, illetve a megáldott bor, ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak neki. Most itt vagyunk a Főszékesegyházban, Esztergomban. Itt már a Vinum Istergranum borlovagrend 14 éve megáldja és megszenteli a borokat. Erről egy picit beszéljünk, hogy miért olyan nagyon fontos a lovagrend részéről ez a hagyomány. A borlovagrend megalakulás akkor zászlajára tűzte a helyi borkultúrának és az egyházzal való együttműködésnek a létét és a fontosságát. A mai robotizált világban, mert valójában abban élünk, ez a régi néphagyomány kezdett egy kicsit elsiklani. És azt veszem észre, és azt látom, hogy egyre jobban kanyarodunk abba az irányba, hogy igenis a borászoknak szükségük van erre a háttér segítségre. Ahhoz, hogy higgyenek a saját munkájukba, és megfelelően készítsék a borokat, és ezekkel a borokkal, amik itt áldást kapnak, ezeket otthon a saját pincéjükben nagyon nagy tisztelettel érvényesítsék, illetve használják. Ugye itt új borok megáldásáról, megszenteléséről van szó. Én úgy gondolom, hogy az ország számos pontjáról mondhatjuk, ezt érkeznek ide borászok és borok is? Igen, a Magyarországi Borrendek Szövetsége, van egy ilyen szövetség, megalakult egy ilyen szövetség, a társborrendek kaptak meghívást erre a rendezvényre, de viszont a távolság és az ünnepeknek a súlya egy kicsit fékező hatása van erre a dologra, de tudomásom szerint az ország különböző részein, hiszen a mi térségünkben ma például három helységben lesz boráldás. Hogyan zajlik ez a borszentelés? Mi történik ilyenkor? Itt a gazdák behozzák a féltett kincsüket, a boraikat, leteszik, és a egyházi helytartó egy János nappal kapcsolatos méltatás keretein belül megáldja ezeket a terméseket, és elköszönünk egymástól. Hogyha jól tudom, akkor felvidéki borászok is képviselik magukat. Igen. Valójában a Vinum Istergranum 89 településből áll, és egyetlen olyan borrend, ami Európában, ami határon átnyúló. 23 felvidéki településsel napi nagyon jó kapcsolatunk van, és az ottani borászokkal. Beszéljünk egy picit magáról a néphagyományról, mert hogy ugye itt említettük azt, hogy régen hittek ennek a mágikus erejében. Igen. Az akkori életmód, ahogy előzőekben is már mondtam, nagyobb teret adott ennek az egész dolognak, és a modernizáció és a robotizás, amit már elmondtam, ez egy kicsit háttérbe szorította, de ismét én örülök annak, hogy az állampolgárok és a borászok ezt az ünnepet újra fölkarolták, és jelene és jövője van. És itt mellettem Hartl Mónika, aki a borlovagrendnek a női tagja. Miért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon nőként a lovagrendhez? A borkészítésben a nők is részt vesznek, én a munkán kapcsán pedig nagyon tudom hirdetni a kulturált borfogyasztást, lásd a Boregyetem vagy valami más programjainkon. Egyébként ugye itt már említettük, hogy hittek a mágikus erejében, hogy elvileg gyógyítottak is vele. Sőt, ugye a borospincékben szokás volt az is, hogy ebből a megszentelt borból raktak a hordókba is, de miért is? Hát azért, mert a megszentelt borral a Jóisten áldását kérték a termésre, és ennek a kultikus erejével gyógyítottak állatokat, embereket, és természetesen a meglévő hordókba is tettek, hogy vigyázz a Jóisten a borukat. Köszönjük szépen az interjúkat, december 27-én, tehát ahogy hallhattuk is, János napján borszentelés és boráldás van nem csak a felvidéken, hanem Magyarország több pontján is, mert hogy a megszentelt bor erejének mágikus erőt tulajdonítottak.